Marosvásárhely központjában elegyedett szóba a potenciális választókkal Mircea Diaconu független államfőjelölt is. Az ALDE Pro Románia Választási Szövetség által támogatott államfőaspiráns EP képviselői politikai tapasztalattal rendelkezik, de leginkább színészi pályafutásáról ismert. Beleszólt az időjárás Mircea Diaconu államfőjelölt marosvásárhelyi kampányolásába, hiszen esőre álló időben próbált meg szóba állni a járókelőkkel a városközpontban. Néhány érdeklődő azonban így is körülállt a néhány esernyő védelme alatt. Ami a magyar kisebbség iránti viszonyulását illeti, Diaconu a jól ismert sablonszöveget mondta el, számára minden román állampolgár egyenlő. Minden ember, aki rendelkezik egy olyan személyazonosság igazolvánnyal, amelyen azt írja, hogy Románia az enyém, velem van az én emberem. Függetlenül attól, hogy hol született, milyen nyelven beszél, erről van szó. Itt élünk, és nagyon jól meg kell értenünk egymást, és még egy rendkívül fontos dolog. Ahhoz, hogy felemelkedjünk, minden egyes emberre szükség van ebből az országból, mindegyikre. Nem úgy, hogy egyesekre igen, másokra nem. Diaconu ugyanehhez a témához kapcsolódóan rendkívül elismerő hangnemben beszélt az erdélyi magyar színjátszásról, tekintve, hogy szakmabeli. Úgy vélte, a magyar nyelvű színjátszás legnagyobb nevei mind erdélyiek vagy erdélyi származásúak. Arról a szlogenről is beszélt, amely úgy szól, olyan országot akarunk, mint a kintiek. Úgy vélte, ezzel ellentétben ő olyan országot akar, amely itt bent működőképes.